E hét vasárnap rendezik meg Magyarországon az első légtorna világbajnokságot Budapesten, a Fővárosi Nagycirkuszban. Ez alkalomból arra gondoltam, hogy Zsuzsit felküldeném a magasba. Mit szólsz egy ilyen előszületésnapi ajándékként? Köszönöm a figyelmességedet. Megpróbálom összeszedni magamat a helyzethez, és meglátjuk, voltak-e a felmenőim között légtornászok. Mielőtt felkapaszkodtunk a függönyszerű szerre, a világbajnokságra készülő tornászokat csodáltuk. A tissú 20 méter hosszú anyag, mely 10 méter magasra van felkötve. Új feltörekvő sportánként 2011-ben Czerny Attila, az akkori sportminiszter, az első bajnokságom alkalmával nevezte új sportágnak ezt a mögöttem látható függönyt, tissút, ugye, amit Angliából, illetve Franciaországból ugye szilk vagy tisztüként nevezünk, én magyarosítottam tisúra. A légtornász karika pedig olyan, mint egy hullahopp karika, csak ugye fel van húzva magasba, és ez a két légtorna ág, ez most egy új sportágán nőtte ki magát. A hétvégi versenyen többek között ezekben a számokban is összeméri tudását a nemzetközi mezőny. Az egyik hazai induló, Krajnyák Norbert még csak 2 éve kezdett komolyabban foglalkozni a légtornával. Én rúd sportoltam, tehát a rúd fitness hazai ágát képviseltem, ezekben így versenyeztem, mint külföldön, mint itthon, tehát ezt mondhatom így egy sportmúltnak, viszont ilyen, tehát ilyen kiskorom óta húzódó ilyen sportmúltam nincsen. Készülünk a vasárnapi versenyre, így konkrétan minden egyes napon egy kisebb-nagyobb edzésünk, úgyhogy elég sokat gyakorolunk. Norbert szerint a tornászok genetikájában kell a szerencsének jelen lennie. Tünde viszont Fortunát a porondon is szívesen látja. A légtornászoknak ugye azért a szerencse az alap dolog, hiszen az eszközök és a tudáson kívül benne van az, hogy semmi ne történjen, tehát ne legyen az, hogy extra rátekeredik a tisú. Tehát azért vannak dolgok, amihez kell szerencse. Ez tehát azt jelenti, hogy nekünk nem lesz könnyű dolgunk. A kezdőket általában egy ilyen úgynevezett csomóba szoktam betenni, és akkor ott megpróbálnak felülni, feljebb húzzuk őket, szokják a magasságot, megpróbálják az alaptrükköket elsőteni, hogy fejjel lefele lógnak, de ugyanakkor ugye nem a kezével vagy a lábával tartja magát, hanem ez a speciális csomó tartja. Tehát ezeket az alap dolgokat most megpróbálom megtanítani. Először én estem át a tűzkeresztségen. Élveztem a fejjel lefelé pörgést, bár nagyobb örömet okozott leszállni a függönyről. Előszülinapos kolléginám kisé bátortalan volt, majd hintázni kezdett 3-4 méter magasan. A végén úgy belejött a himbálózásba, hogy minket is majdnem elkaszált.